Visszatérve a hogyan válasszunk kutyátra, nagyon fontosnak tartom elmondani. Tudatosan járjunk el, mérjük meg a lehetőségeinket. Nézzünk utána, ne legyünk hányaveti, de ha beleszeretünk a menhelyen az első kutyába, akkor őt hozzuk el. Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről a tükörmódszer közreműködésével. Sziasztok, ez itt a Neked Ugatok legújabb epizódja. Én Mucsicska László vagyok, ő itt Riki, egy nagyon király siba, és itt van velem Korom Gábor is, illetve Vals Zsófi. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! A mai adásunknak az a témája, hogy hogyan válasszunk kutyát. Én most nem tudnék nem egy sibát választani, bár hogyha lehet, hogy egy másik kutya lenne az önemben, akkor azért lelkesednék nagyon, de, de talán ez az intuíció is jól mutatja, hogy azért hirtelen felindulásból igazából az ember bármilyen kutyát kiválaszt, ami így elsőre jónak tűnik, és hogyha tudatos gazdák szeretnénk lenni, nem úgy, mint én, akkor hogyan válasszunk kutyát magunknak? Tudatosan. <laughs> Rövid válasz. De hogy milyen tényezőket vegyünk figyelembe, amikor az ember kutyát választ, hát bizony mindent, mert hogy ugye a 10-15 éves kaland körülbelül az, amiben szerencsés esetben belevágunk. Ez alatt az én jelenlegi Sőt. életfeltételeim meg is változhatnak, akár gyökeresen megváltozhatnak, ezeket mind bele kell kalkuláljam, akár még országot is válthatok, tehát hogy, hogy az embernek szerintem nagyon alaposan fel kell mérnie azt, hogy, hogy ő hogyan képzeli az elkövetkezendő 10-15 évét, illetve hát emellett természetesen az anyagi lehetőségeit, mert akármennyire is szomorú ezzel szembenézni, még egy kiskutya lehet, hogy ugyan annyiba kerül megvásárolni, de utána az egész életében az orvosi kezelések, a gyógyszerek, a táp, minden kilóra megy gyakorlatilag, tehát hogy sokkal drágább mondjuk allergia gyógyszert vásárolni egy 50 kilós kutyának, mint egy 3 kilósnak a saját mozgásigényeimet, szeretek-e vajon aktív vagyok-e, mennyire akarok a természettel kapcsolódni minden nap, úgy érzem, hogyha nem megyek ki az zöldbe, akkor már sorvadok is el, vagy pedig pont ellenkezőleg szeretek a kanapén Netflixezni. Sok tényezős kérdés. Az egyik legnépszerűbb kérdés, ugye általában mindenhol, minden fórumon felmerül, hogy hogyan válasszunk kutyát. Tudatosan, legyünk körültekintőek, vegyük figyelembe a lehetőségeinket, képességeinket, tö -tö, 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 tö tö és akkor ezt így elmondom szép kereken, tök jó, és a válaszom az, hogy nem. Azért nem, mert nem kalkulálunk azzal, amit a filmekben a valószínűtlenségi pontnak hívnak, amitől amit megváltozik az életem, amit nem tudok betervezni, ami, ami egészen máshogy, hogy alakít, ami megszólít a kutya, megpendít bennem egy olyan húrt, amely húr, nem is tudtam, hogy létezik. És akkor Jézus, Jézusom, én ilyet tudok. Én ezt, és a többi, és a többi. ugye ez a, a, legtipikusabb élménye és eseménye ennek az, hogy, hogy a kutya felkelt a számítógép mellől, kivisz a természetbe, ritmust ad az életem, Felelősséget ad ö, ö, a, a, a kezembe, tehát felelek valakiért. Ezek mind az élethez közelítő események, amelyeket nem tudok előre tervezni. De ezeket nem lehet előre tervezni. Amikor a gyerekeim kutyát vállaltak, akkor így, 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 jaj, jaj, jaj most milyen nyűgött, most hogy lesz, biztos rám zuhan meg, amit tudom én. Megfordult ez is a fejemben, és közben azt láttam, hogy elképesztő módon hogy nőttek bele ebbe a felelősségbe. A, a nagyobbik lányom bevállalt egy iszonyú nehéz kutyát, elment, hogy egy, egy nehéz hányatatott közegből kiemeljen egy, egy, egy kölyök kutyát. megmutatta nekem, hogy ő milyen kutya lesz, ő szeretett volna egy bújós, kedves, együttműködő, ö, ö, nyugodt kutyát, Megnéztem, hát távolságtartó konok, és videocsetten bekapcsolta, távolságtartó konok, és, és izgága a kutya. Hát ez nem az, amit keresel, mondtam neki. Jó, természetesen elhozta és az életét megváltoztatta, és, és csodaszép, amit művelnek. Nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok arra, ahogy ön a, a kutyával bánik, egy marha nehéz kutyával, és mennyit fejlődött a, a, a világlátásában, stb. Ezeket nem lehet. Tehát, tehát, tehát olyasmiben akarunk tanácsot adni, hogy nem ismerjük az, az hogy a, 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 sors miket, miket tervezvelünk tervez velünk. Tehát most egy kicsit zen lettem, de, 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 de hogy tényleg ez a helyzet.

Na, ezt, ezt azért keressük, vagy ezt, 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 azért kerüljük el. Tehát ezt nem szeretnénk. Tehát nem szabad ilyen mélyre menni. És azért azt is tudni kell, hogy nyilván, amikor egy nagyon magas energiaigényű kutya, és én eleve zárva, és a többi, tehát azért, azért észnél kell lenni, de, de azt a faktort, azt a misztikumot, mert a kutyatartásban nagyon sok misztikum van, azt a misztikumot, amit, amit, amit tartalmaz, amit hord az a potenciál, hogy én a, a és az akármilyen kutyával egyszer csak kapcsolatba kerülök és változom, azt nem lehet betervezni. A kutya szört a szíged. Jó vagyok. <laughs> ha, itt a Riki már a végén nem érezte annyira jól magát, már menni akart nagyon, úgyhogy elengedtem. Úgyhogy rögtön vissza is térek, és már, 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 van agyam hozzá, hogy akkor beszélgessünk is. Ha nyilvánvalóan nem egy matek példáról beszélgetünk, amit így van egy egyenletünk, és a végén kijön, hogy milyen kutya illik hozzánk, de nyilvánvalóan azért Kutya és kutya között van különbség. És az is, hogy neki mik az igényei, meg nekem milyen az életformám, azért valamit lehet tapogatózni, hogy mi lehet KB az a, az a pártípus, ami mondjuk lehet, hogy hozzám jobban illik. Vagy rosszul gondolom? A pragmatikusabb tanácsokra válsz, mint a misztikum, akkor azért a Földön ragadva, tehát egy így, először nyilván egy mérettartományt próbálnék keresni, hogy mekkora az, amit bele tudok ére éleszteni az életembe, illetve nem is biztos, hogy ez a jó irány. A saját tapasztalatomat megnézném, hogy mekkora van a kutyákkal. Tehát, hogyha még sose volt kutyám, akkor valamennyire leszűkülne az a rész, amiből merítenék. Akkor bázadzsivel kezdek, vagy, vagy, vagy malinoát nem viszek vagy haza, marivag. csak azért, mert megnéztem egy filmet, és ebből olyan okos volt, és olyan ügyesen csinálta a trükköket, és akár még egy német juhászra is igaz, bár nagyon jó kutyák, és, és nagyon könnyű őket tanítani, de nem mindenkinek, és nagyon-nagyon megválogatja, ugye sok kutya, hogy ki mögé szeretne beállni, vagy milyen gazda mögé. Úgyhogy nem véletlenül szokták mondani kutyákról, hogy őt első kutyának is nyugodt szívvel ajánljuk, azért nincsen sok olyan kutya, akit első kutyának is nyugodt szívvel ajánl az ember. Egyszerűen nehéz. A kutyával az életet az egészet megváltoztatja. Onnantól kezdve, hogy jön a kutya a családba, ha nem volt főleg, és nem így nőtt fel az ember, hogy pontosan tudja, hogy ez mivel jár, akkor nagyon, nagyon komoly meglepetések érhetik az embert, már csak abban a pillanatban is, amikor kiderül, hogy ez a kis kőkutya elkezd mindent felderíteni a lakásban, és nem mással teszi, mint hogy a szájával, és ez szép alaposan, akár a kis csivava fogaival, akár a, a malinoá fogaival mindent meg, meg fog próbálni megenni, és hogy erre nekem mennyi figyelme marad, mennyi lehetőségem van, hogy tud tudok felkészülni. Nagyon-nagyon sok kérdés, de az elsőre én azt gondolom, hogy, hogy, azt nézném meg, hogy mennyi tapasztalata van a gazdának, és, és ehhez próbálnánk egy olyan kutyát, akivel tud eleget foglalkozni, mennyi mozgásigénye van a kutyának, akit ki akar nézni, ezt ő tudja neki biztosítani. A kölyökkor gyorsan múlik. Éj a lehetőséggel online kölyönkutya program. Ismerd meg a módszereket, amelyekkel játékos formában, de hatékonyan tudsz tanítani. 98 videó, 57 órányi tartalom, 27 gyakorlat. Online Kölyök kutya program. kutyasuli.hu per online tanfolyam. Az a pura egyébként, hogy a... valahogy úgy érzem, hogy megengedőbbek vagyunk azzal a kapcsolatban, hogy ha még nem volt gyerekem, akkor nyilvánvalóan nem tudom elképzelni, hogy milyen az, hogyha majd lesz gyerekem és hát majd kiderül menet közben, hogy hogyan fogunk ezzel a történettel boldogulni, de valahogy a kutyaválasztásnál mégis azért nagyon sokan tényleg ezt a, ezt a pragmatikumot várják, hogy, hogy jó, 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 ezt így matekozzuk akkor ki mindenképpen, hogy, hogy hogyan lehet. Én alapvetően a dobt felszaladja iskola híve vagyok, karácsonyfa díszítésnél is, úgyhogy lehet, hogy, hogy mint ahogy autót, is futottam már bele ebbe, és persze jó nagy hülyeség volt, hogy olyat választottam, amit ami tetszik, és mondjuk így nem nagyon olvastam utána, és hát ugye, nem tudom, a Transformers képregényekben hangzik el, hogy nem a sofőr választja az autót, hanem az autó választja a sofőrt. E, ez szerintem Gábor ezzel nagyon tud menni, és hát azért kutyánál is ezt így nagyon sokszor lehet, hogy ó, Isten, a kutya kiválasztott engem, és akkor ő lesz. Mondjuk ez főleg ilyen menhelyi kutyáknál, nem tudom, van ez a misztikum körülötte, de, de közben persze ez sem valós, de hogy hogy én most itt rátok zúdítottam a dilemmáimat, ti mit gondoltok erről? csak egy pillanatra Gáborra visszatérve, ugye az ember a szívével a szerelmes lesz gyakorlatilag egy kutyába, és egy olyan csatorna nyílik meg, amiről nem is biztos gondolta, hogy létezik. Én ezzel abszolút tudok azonosulni. A második kutya az életemben az úgy érkezett, hogy meghalt a cicám, és már nézegettem egy jó pár ideje, hogy szeretnék esetleg egy kutyát is, és elmentem a Noébe és azt a kutyát, aki akkor pont a legjobban tetszett, és úgy nagyon kis cuki volt, megsajnáltam fekete, és senki nem viszi magával. Hát őt hazahoztam. Nem is biztos, hogy egy nem tudom, megdun... azt majd utólag, ha visszagondolok az életem végén, hogy jó döntés volt-e, nem volt a jó döntés, az biztos, hogy egy gyökeresen új útra indult onnan az életem. Tehát, hogy egy kutya az alapjaiban tudja megváltoztatni. Egész egyszerűen azért, hogyha olyan dolgokkal szembesít saját magad kapcsán, hogyha van egy nyitottsága a, a benned arra, hogy belenézzél ebbe a a tükörbe, amit a kutya oda tart, bizony is oda fogja tartani, hogy, hogy nagyon kemény pofonokat kapnak az emberek, és, és nem véletlenül van az, hogy bizony időről időre találkozunk kölyök tanfolyamon olyannal, hogy, hogy a néhányadik hét után úgy érzi a gazda, hogy hát ezt, ezt inkább visszaviszi a tenyésztőnek, mert vagy a menhelyre, vagy akárhová, mert ő egyáltalán nem erre gondolt, amikor egy kis kutyára gondolt. De nálad mi lett volna más, hogyha, ha nem ilyen Közöbben Hát elmondom, az első választasz. kutyusom az egy tacskó volt, és ennek ellenére, hogy tacskó volt, ő egy rendkívül együttműködő kutya volt velünk. Volt egy dolog, a tüzelő szukák, azok valóban kivették a, a, Akkoriban még erre nem gondoltunk annyira, hogy minden kutya pórázon, tehát ugye néha ő gyelk, csatangolt, és akkor ment a saját irányba de egyébként, hogyha nem volt tüzelőszuka a környéken, azt csinálta, amit kértünk tőle, nagyon könnyű volt tanítani, nagyon mindent jól csinált, soha semmit nem rágott szét. Jött egy második kutya, ez egy malamút keverék, ő ezzel szemben nem csinálta azt, amit szerettünk volna, egyetlen pillanatig sem, ha csak nem az otthonal együtt játék és bujás volt ez, azt természetesen szívesen csinálta, de hogy kiléptünk az utcára, nem tudtam vele semmit sem kezdeni. Tehát én a százból százszor hívom a kutyát, és százból százszor nem jön oda a típusú lúzer gazda voltam, mielőtt beérkeztem volna, emlékszem az első alapfokú tanfolyamomra. És nem, értetlenül álltam igazából a helyzet előtt, hiszen már volt egy kutyám, aki tökéletesen működött 15 évig. Mi lehet a baj? Tehát, hogy itt a kutya rossz? És aztán kiderült, hogy nem a kutya volt a rossz, a ugyan nagyon jó, csak, csak a gazdának kell felnőni a feladathoz, és ez nehéz. És hogy mondod, a gyereknevelésnél is nagyon gyakran így visszatekintve, én ezt a saját gyerekeimmel is tapasztalom, hogy lemaradtam mondjuk olyan dolgokról, amiket ha tudtam volna, akkor tudtam volna jobban csinálni, de csak később tudatosult bennem, hogy azt mondjuk, hogy kellett volna, vagy nem, ér, nem volt elérhető információ. Szóval így nehéz. Az első kutyáját az ember szerintem mindenképp egy kicsit ö, megszenvedi, amikor, vagy hát lesz egy kutya az életedben, aki egyszer csak. Megmér, és azt mondja, hogy bármennyire is könnyű volt eddig, vagy azt hitted, hogy ügyes vagy, ez most mégse olyan könnyű eset. És ráadásul minden kutya más és más, tehát, hogy még abba se hihetünk, hogy most már három kutyával jól boldogultam, akkor most már semmivel nem lehet baj, hiszen mindig van egy nehéz eset, mindig van egy olyan, ami nem azt csinálja. Említette, Zsófi, hogy százból százszor próbáltad behívni, és nem sikerült ö, megugrani ezt a dolgot a, a, a kutyusodnál, ö, viszont utána Bejöttél a tükörmódszerbe, aztán most már oktatsz is. Ő is bejön most már? Ő is bejön most már. <laughs> hogyan, hogyan változott meg utána ez a mindenféle szemléleted? Hát igazából a legnagyobb tanulság az az volt, hogy én rendkívül fejben élek, tehát az életem első egy perc meditációjához egy két éves kutatás vezetett, ami már mindent tudtam a agyra a gyakorolt hatásától, a gyökereitől, a történetétől, a fajtáiról, de, de nem, nem vágtam bele, tehát hogy én abszolút a fejemben élek, és, és a kutyával is megpróbáltam nagyon sokszor az agyamból kihámozni valamit, de, de rájutott, de oda kellett egy tussak, hogy nem lesz jó semmi, amit mondok, semmi, amit kérek, semmi, amit hisztizek, hanem a saját viselkedésemet kell megváltoztatnom. Tehát tettekké kell formáljam azokat a dolgokat, amik bennem valahogy kavarognak, és a, a saját viselkedésem megváltoztatása vezet majd oda, hogy a világ más lesz benne, a kutyával, benne, a testvéreimmel, a munkatársaimmal, az akárkivel, akivel bármilyen kapcsolatba kerülök. És ez azért egy nagyon más szemlélet, tehát, hogy minden helyzetben magamra kell tekinteni, hogy én mit csinálhatnék másképp. Talán inkább még egy dologra reflektálnék, amit mondasz, hogy, hogy a kutya választ gazdát. Ezt nem tudom, hogy így van-e, de az biztos, hogy az a tapasztalat, hogy lejönnek a gazdák, és valahogy olyan kutyát kapnak, aki a saját nehézségeikre hívja föl a figyelmet. Tehát aki mondjuk nem egy laza, oldott típus és nehezére esik mondjuk mm, dicsérni a családtagjait, vagy, vagy kedveskedni más emberekkel, az a, olyan kutyát fog kapni, ahol bizony erre lenne szükség. Az, aki pedig nem tudja meghúzni a határait, nem tudja azt mondani, hogy elég eddig, és ne tovább nem tud kiállni magáért, az meg egy olyan kutyát fog kapni, akinek azt kéne mondani, hogy elég, és ne tovább. Legalábbis nagyon gyakran találkozunk De ilyesmiben. ez nem, nem a kutya adaptációs képessége miatt van? Csak hogy leráncsom le, a misztikumról a leplet? Szerintem mind a kettő igaz. Tehát ha most gyakorló szakemberként exakt választ kell adjak, akkor igen, a kutya mindig felveszi a gazda által képzett öntőformát. Tehát mindig abba, mindig abba folyik bele, mindig, mindig, mindig olyan lesz a kutya, mint amit a gazda ad neki. Persze minden kutya más anyagból van, és más keménységű lesz ez a, ez a felvett forma, de az alak az, 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 az a gazdától keletkezik. Ez így van. Ez így van. Pont ez az út, egyébként. De az is van, hogy igenis van a mögött egy nagyon komoly misztikum, ma, ma nem tartunk még ott, hogy, hogy ez a ez a közgondolkodásban benne legyen, inkább csak így, így összesugva áruljuk el, hogy azért, azért hiszünk ilyenekben, meg a sorsban, de azért, a, azért nehezen áll ki az ember, hogy, hogy nem véletlenül ö, leszek apja egy gyereknek, vagy leszek gyermeke egy apának. Tehát, hogy ezek mögött is vannak olyan, olyan lehetnek olyan sorserők, amelyek, amelyek predestinálnak bizonyos, bizonyos eseményeket. És, és nagyon hiszek ebben a kutyánál is, és abszolút módon tapasztalom én is azt, amit a Zsófi elmondott, hogy érdekes módon a gazda tűrési és változási képességeihez mérten érkeznek be a kutyák. Mint ahogy nagyon érdekes módon ezt, ezt egy, egy, egy emberi családi helyzetben is ez nagyon jól lehet látni, hogy a formálódási képességeinkhez az a, a fejlődési képességeinkhez képest kapunk feladatokat a környezetünktől. Most nagyon misztikus a adás, de az a helyzet, hogy ez a valóság. Tehát, hogy amikor, amikor nem erről beszélünk, hanem, hanem matériát hazudunk, akkor matériát hazudunk. És ez nem az van, tehát nem az van hogy én nem hiszek a, a, a kölyök tesztben. Nagyon jó a kölyök teszt. Tök jó. De a gazda általi öntőforma az a sorsesemény, ami ott van, legyen ez egy betegség, legyen ez egy, legyen ez egy közös élmény, ami utána a gazdát valamilyen irányba elviszi, akár teszem fel, mondjuk természetjáró lesz tőle, vagy nem, nem, nem akarok, de rengeteg ilyenről tudunk, rengeteg ilyen történik, és, és, és ott hordozza a kutya ezeket a sorseseményeket. Igenis ott hordozza. És ehhez kell egyfajta nyitottság, kell egyfajta ilyen, ilyen, ilyen beleérző képesség. És, és hogy, hogy kell kutyát választani? Ez egy három kiadást megért könyv a, Neked Ugatók, a a Ugatok, podcastünk neve is van. Ebbe leírtam az exakt választást. Körülbelül tisztába kerülök a saját képességeimmel, lehetőségeimmel, kiválasztom a nekem szimpatikus fajtát, utána nézek a fajta tulajdonságainak, utána megyek egy jó tenyésztőnek, jellemzően a tenyésztőt az alapján választom ki, nem kiállítás eredményeket, nem kiállítás, nem kiállítás, hanem, hanem a kutya egészsége, vézene, temperamentum alapján kiválasztom a jó tenyésztőt. Amikor megvan a jó tenyésztő, akkor a tenyésztővel egyeztetve megkeresem azt az almot, meg, megvárom azt az almot, ahonnan érkezik a kis kiskutya ezután bemegyek, és kidobom a kukába az összes tudományt, mert most jön a lényeg, azt a kutyát fogom kiválasztani, amiben beleszeretek. És akkor van baj, hogyha nem azt a kutyát hozom el, akivel beleszerettem. És akkor baj van, mert az nem az én kutyám. Az én kutyám az, akiben beleszerettem. És itt az összes megelőző folyamat igazából, az összes megelőző asszisztencia Gyakorlatilag lényegtelen. Mert a menhelyen pontosan ugyanez megtörténik. Ha meglátom a kutyát és beleszeretek, akkor az az én kutyám. És az is van, hogy ez nem azonnal történik meg, hanem ez egy folyamat. Mert találkoztunk már olyan, hogy nem, olyan, ahogy nem szerelem első látással, hanem ez menetközben alakul de mégis valami, meg, valami megzendül, megpendül bennem, valami felhívja, itt felhív engem arra, hogy itt sorsesemény van, hogy, itt, hogy, ő, hogy ő találkoznak. ez, a, ez a valóság. És innen majd azt szeretném folytatni, vagy ott szeretném folytatni, hogy egyébként mit tapasztalok a gazdákkal és a kutyákkal, de maga a választás, exaktuma és misztikuma így néz ki össze összerakva. Na most akkor improvizálok egy kicsit, nézzük meg, hogy hogyan működik ez exaktul. Szia, chat GPT! Én egy olyan életet élő ember vagyok, aki viszonylag keveset van otthon, sokat dolgozik, szeretnék egy családi kutyát, ami temperam temperamentumát tekintve elég nyugodt, és családi kutyának is jó, szereti a gyerekeket. Ajánlj néhány kutyafajtát. Nézzük, mit mond a Chagy Piti. Szia, örülök, hogy itt vagy. Az alábbiakat ajánlom neked. Na hát, <laughs> ha, figyelj, tudjátok mit? Tippeljetek. Miket, miket, miket javasol? Uszkár, Labrador, Retriever, Golden Retriever. Gábor? Én is ezt tippelném. Na nézzük. Első. Golden Retriever. <laughs> rendkívül barátságos és intelligens fajta. Nagyon jól kijön a gyerekekkel. Kettes. Labrador Retriever. Nagyon szeretetteljes és türelmes kutya, amely kiválóan alkalmas családi kutyának. Harmadik. Bernáthegyi. Hegyi. Nem mondtam, hogy ez közepes méretű pedig volna. Szűkíteni kellett volna, nagy méret ellenére szereti a gyerekeket negyedik Cavalier King Charles Spaniel, ötödik Beagle. Egyébként ez nagyon érdekes kérdés, mert még egy szűrőt beletettem volna, amiről eddig erről nem beszéltünk, és hogyha nagyon nagy nyüzsgésben élünk, és nagyon nagy a gyerekzsivaj, szerintem az nagyon-nagyon fontos, hogy egy olyan idegrendszerű kutya legyen, aki ezt elbírja, és aki nem egy, nem, akit nem nyomorít meg az a folyamatos, így zajonganak, ott leesik egy papucs, ott kiabálnak egymásra a gyerekek, ott kismotoroznak. Szóval hogy ez például egy nagyon érdekes, és ha most itt felsorolt kutyafajtákat végignézzük, ez például mindegyikben abszolút közös, hogy ritkán találkozunk azzal, hogy nagyon-nagyon érzékeny, ijedős kutyák lennének. Igen, tehát megállapíthatjuk, hogy a chat GPT nem hülye, de talán azt is mondom, hogy nem is okos, tehát hogy a chat GPT az a ami tudásunkat hordozza. Azt a tudást, amit ma az emberiség felhalmozott, azt beleraktuk ebbe a, ebbe a cucba, és, és gyakorlatilag egy ilyen egy ilyen halott mechanikaként ö, visszakántálja, vissza. visszamondja, amit, amit általában általában él, és nem, nem hülyeség, de azért ezt értitek, hogy nem kell mindenkinek Labradort, meg, meg, meg Goldent, meg Uszkárt választani. Érdekes, a Beagle, mint a, 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 a kevés mozgási kutya. Még nem annyira okos a Chad GPT, majd egyszer biztos okos lesz. A bigül nagyon jó kutya, csak nem e paraméterezésre. Szóval Szóval, hogy, és, nem, és mondjuk a labradort sem feltétlenül tudom minden esetben ajánlani, a, tudjuk ezt, hogy a legkeményebb kihívások például a labrador felől érkezhetnek, de erről, de erről ne itt, hanem máshogy. Szóval jó, jó, de itt is látszik az, hogy nem lehet igazából exakt, csak exakt módon nem lehet eltekinteni. Az biztos, hogy nem érdemes első kutyának a mondjuk az ötödik kerületben egy kángált választani. Ez, ez egészen biztos. Tehát vannak, vannak perem feltételek, melyeknek teljesülnie kell. Ezeket le kell szűrni. Az adás nem biztos, hogy elég arra, hogy ezeket, ezeket végigvegyük. Itt legelső sorban a fizikai állapot és a, a kőbevésett a, a kőbevéset lehetőségeim. A kőbevésett lehetőség persze nagyon érdekes, mert a, a, most én választok egy kutyát lakásba. De rengeteg ismerősön van, aki úgy, ügyfelem, aki lakásba beválasztotta a kutyát, majd elköltözött kertesházba, és boldogan élnek, még meg nem halnak, mert nagyon jót nekik, és áldják, azt a pillanatot, amikor ö, a lakással összeférhetetlen, az, az addigi életformájukkal összeférhetetlen kutya bekerült a lakásba, és kivitte őket a kertesházba. Na most azt nem tudom, el lehet-e képzelni azt a tudati folyamatot, ami e, e két pont, a kutya választása, és a kertesházban boldogan értek, még meg nem haltak állapot között van, ö, az nem a rózsaszín felhőkben ö, ö, szörfözés. <laughs> tehát ott, ott azért, tehát ott akkor tudattal nem, nem -pr -pr Tehát ott nagyon sok mindent lehetne rámondani, miközben bekövetkezett az, ami felé tartott az életük. És akkor most mi van? Akkor most jól választott, vagy rosszul választott? És ezt most kidönti el én? Én biztos nem. Én biztos nem. A peren feltételeknek teljesülni kell, de azon kívül nagyon tág, nagyon tág ez a mesgyel. Azt látom a tanfolyamokon, hogy a gazdák sokszor belepusztulnak a feladatba. Széttöri őket az a munka, amibe belevágnak, de ami sokkal fontosabb, hogy amikor kimennek a gazdák a tanfolyamról, és a, a, sokan nem értik a tükörmódszernek a sikerét. Nem, 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 nem értik, hogy, 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 hogy mi ez, hogy drágák, meg, 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 ez, biztos szekta, meg, mit tudom én. Az a helyzet, hogy mi nem a kutyára, hanem az emberre fókuszálunk. Ezért vagytok szekta. Ezért biztos. Tehát, Misztikum. hogy nem, 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 a, a kutyára, hanem az emberre fókuszálunk, az ember változási képességére. Abban támogatjuk az embert, hogy adott egy azzal, hogy mi a feladat, azzal nem tudunk mit kezdeni. Maximum szélsőséges esetben adunk egy olyan tanácsot, hogy ez neki túl nagy feladat, volt már ilyenre is példa, ez túl nagy feladat, ezt adja át valaki másnak. Hála az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán, tehát most messze vissza kéne keresnem, hogy mikor adtam utoljára ilyen tanácsot, de van ilyen, amikor a peren nem stimmelnek. Adott a feladat, itt a gazda, a gazda lehetőségei és a hozzá tartozó kutya. És ezen a folyamaton, mi új folyamatnak hívjuk, ezen a folyamaton Szépen, lassan mindig a következő lépéshez kísérem. Nem a megoldáshoz, mert a megoldás az nem megoldás, az egy odvasva, az kidől, hanem az addig bejárt út az, ami igazán lényeges, és úgy tudok a gazdának igazán segítséget adni. Akkor, hogyha megkapja a következő lépésre a segítséget, akkor fog tudni a gazda fejlődni. Mert kedves, drága mindenki, a kutyák köszönik szépen, jól vannak. Nem a kutyát kell megfejteni. Nem A, a kutya tanítása nem egy bonyolult tudomány. Nem azt akarom mondani, hogy egyszerű, mert nem egyszerű. Igenis, nagyon kell hozzáérteni, nagyon-nagyon kell hozzáérteni. De nem itt van igazából a kutyállásra, hanem ott, hogy a kutyán a gazda változtat. Tehát tulajdonképpen most egy olyat kérdezel tőlem, hogy Gábor, a hozzád érkező ember jelen változásához, jelen formálódásához, fejlődéséhez milyen kutyát ajánlasz? Érted, Maci, a kérdést? erre vársz tőlem most választ. Igen, tudom, értem is, meg érzem is, hogy, hogy teljesen indokolatlan a kérdés, mert hogyha egyébként így fordítjuk le, hogy Gábor milyen kutyát válasszak, és ennek valójában ez a mögöttes tartalma, akkor tényleg teljesen indokolatlan, mert én sem vállalkoznék arra, hogy azt mondjam, hogy hát neked majd nagyon jó lesz, hogy el fogsz költözni kertesházba, mert ezt nyilván éljen meg mindenki úgy, ahogy szeretné. És valójában én azt érzem ebben az egészben, hogy igazából a döntés az ott születik, hogy akarok-e kutyát vagy nem. És az, hogy milyen fajta kutyát akarok, és persze vannak ilyen nagyon szélső értékek, amiket mondjuk tényleg így ráhúzok a saját életemre, de hogy alapvetően Fajtától függetlenül meg fogja változtatni az életemet annyira, hogy igazából nem feltétlenül van jelentősége annak, hogy milyen fajtájú az. Nekem legalábbis most ez a sommázatom ezzel az egésszel. Akkor jó beszélt a zsófi? És akkor annyival még kiegészítenénk, hogy ugye fajtán belül is iszonyatos eltérések létezhetnek az egyes egyedek között, tehát hogy oda Lásd az megtaláltad a tök jó. És hogyha megnézed mondjuk pont, amiket mondtál, Golden Retriever, Labrador Retriever, az amerikai kutyaharapási statisztikáknak az éllovasai között vannak, és különösen gyerekeket szoktak ugye megharapni, tehát hogy nagyon érdekes, hogy a leggyerekbarátabb kutya egyben az, nyilván nagyon sokan vannak is, de hogy, aki a legtöbb gyereket is harapja. Kincsás Spániel, bele lehet őrülni, olyan energia szintje van. Csodálatos kutya, de nagyon megmérős, hiperérzékeny. Végül ugye van ez a tréfánk, hogy, hogy, hogy amikor végült veszel, és hazaviszed, akkor kapsz egy jelvényt is hozzá, és azon hogy léci fog már meg. szóval, szóval azért óvatosan mindenféle, mindenféle ilyen, ilyen, tehát az exaktumot néztük, és azért látjuk, hogy az exaktum is alapvetően tudják zsákutcelni. Meg ki tudja, hát honnan tudom? Nagyon jó, hogy néha, nagy ritkán esetenként előfordul, hogy születnek olyan filmek, meg könyvek, mint a Márli meg én, mert az is például egy picit így le tudja rántani azt, hogy persze itt van a Retriever, ami a csodálatos reklámkutya, és odajön, azt csinálja, amit mondok, nem Könnyen, tudom, tanítható. könnyen tanítható. És akkor közben ott van a Márli meg én, ami van a Márli, egy, 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 borzasztó kutya. És persze nyilván a, nem mentsük fel a gazdáját, mert hogy ő, 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 sem tudja ezt jól kezelni, de hogy alapvetően ott látszik, hogy azért nem fenékik tej föl egy retriver sem. Ez egy olyan film, amit meg kellene néznem, mert ilyen hiteles kutyábrázolós. Én nem láttam. A Márli és... meg, meg, én egy, egy, egy regényből eredeztethető, mm -hmm. és abból készült egy Owen Wilson által főszerepelt film, és arról szól, hogy rettenetesen neveletlen ez a kutya, és nem az a fajta neveletlenség, amin így nevetünk, hogy ha de vicces, hogy neveletlen a kutya, hanem szívnak vele, hogy neveletlen az a kutya. Itt most egy pillanatra muszáj megállítanom a, a, a beszélgetést, csak mert hogy nagyon szakmaiatlan, hogy nem reagálok erre a filmre, meg amit azért nem, mert nem láttam, és azt el kell hogy azért nem, mert nem nézek kutyás filmeket, mert nagyjából nettó baromság az összes. Hát igen, Ö, ugye van, van adásunk, amiben a kutyás van, filmekről beszéltél. És a, kivéve az így neveld a sárkányodat. És, és nagyon jó, nagyon jó kitértél, mert beszéltél az avatáról, az így nem, a sárkányodról, amik valójában nem kutyás filmek. És azok nagyon jók. És a fekete fülű fehér, mind azt nem nézze meg senki. Igen, bocsánat, ezért, ezért, nem, ezért nem. A legutolsó próbálkozásom az Alfa című film volt. Azt hiszem, hogy azt hiszem, olyan 5-7 perc közé hagytam abba kb. Tehát ott, ott akad ki a, 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 a mutató. Nagyon, tehát, hogy nagyon nehéz, tehát amikor, amikor mondjuk például a kalambóba a, a rózsabimbós ikonikus rész nézed, amikor a két dobber van széttépje, tehát akkor én már, már őrzővédő oktató voltam, és azt néztem, hogy két ilyen, két ilyen játékba vicsorgó kutya, amit, ami ilyen, mint a ráfújnak és, és, és játékosan vicsorogat, azok adják ott a ritmus nehéz, de ez nyilván mindenki így van a saját szakmájában. Akkor ezek szerint a Magnumban a Higgins kutyáid, Zeus és Apollo, a két Doberman ott, akkor ugyanez, vagy van. Eszen. abszolút. Tehát ugye azt is lehet tudni, hogy, hogy két Winslet és Leonardo DiCaprio valójában nem voltak szerelmesek egymásban, mégis <laughs> ember tömegek hitték azt, hogy ott, hogy ott igazi szerelme. Tehát normál, hogy egy film így néz ki, ugye ez egy film egy szakembernek mondom, meg nekem is van némi kapcsolódásom ugye a, a, a filmművészethez, tehát hogy ez persze ez így, ez így, a helyén van, de attól még én nem tudom ezt a részét értékelni vagy, vagy élvezni, meg főleg inkább az a probléma, hogy hogy buta állításokkal van tele. Szóval visszatérve, hogy hogyan válaszunk kutyátra, nagyon fontosnak tartom elmondani, tudatosan járjunk el, mérjük meg a lehetőségeinket, nézzünk utána, ne legyünk hány elveti, de ha beleszeretünk a menhelyen az első kutyába, akkor őt hozzuk el. Hát ennél többet nem is tudunk mondani nektek, úgyhogy tegyetek így, és legközelebb is tartsatok velünk. Köszönjük, hogy itt voltatok, nektek is sziasztok. Sziasztok! sziasztok.